3 arannyal és 1 ezüstéremmel tértek haza a nyíregyházi felnőtt atléták a Budapest Open elnevezési viadalról, amely Sülek Ágoston emlékverseny is volt egyben. A férfiak 10 kilométeres gyalogló számában a Rióra készülő Hellebrand Máté magabiztosan 39 perc 56 másodperces új országos csúcssal szerezte meg a győzelmet. A női diszkoszvetésben Kerekes Dóra 52 méter 17 cm-es eredménye lett első, míg a férfiaknál az Európa-bajnoki szintet már korábban megdobó Szikszai Róbert 61-48-al második lett az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán mögött. Férfi magasugrásban Bakosi Péter idei legjobbjával 221 cm-re nyerte meg a versenyt. A 226 cm-es Európa-bajnoki szintre hajtó versenyző az elmúlt hetekben Achilles-ín sérüléssel bajlódott. A Budapest Openre úgy mentem fel, hogy összeszedtem minden erőmet, és csak arra koncentráltam, hogy meg tudjam csinálni a mozgást. Hát ez végül is sikerült, nem sokkal múlott az egyéni csúcsa. Az edző édesapa Bakosi Béla szerint erősebb ellenfelekkel szemben versenyezve meg lehetett volna 224 cm is. Péter szerdán Németországba utazik, ahol pénteken Bülben áll rajthoz egy rangos magasugró gálán. Sajnos Magyarországon nincs ellenfele, most is 211 centinél már mindenki befejezte a versenyt, Péter igazából akkor kezdett el ugrani, tehát egyedül nagyon nehéz olyan helyzetbe kerülni, amivel nagyot lehet ugrani. Ez a németországi verseny egy nagyon nagy verseny, igazából ez egy magasugró gála. Külföldiek, a teljes német élvonal, 230 fölötti ugrók, tehát itt azért igazából nem Péternek nincs vesztenivalója. Nagyon szépen ugorhat a nagyok között, remélem, hogy jól fog tudni küzdeni, és igazából egyéni csúccsal térünk haza. Bár az Európa-bajnoki szint 226 cm, a Magyar Szövetség 224 cm-rel is nevezheti a kontinens viadalra a magyar versenyzőt, ugyanis eddig mindössze 11-en ugratták meg a kvalifikációhoz szükséges magasságot.